Érkezik a reggeli busz a Sikabonyhoz tartozó Garden Townba, amely légvonalban messze, mintegy 3 kilométerre van a belvárostól. A városi önkormányzat és a Dunaszerdahelyi autóbusz közlekedési vállalat lakossági kérésre ezt a településrészt is bekapcsolta a busz közlekedésbe. Több mint 250 családi ház már felépült. Igény jelentkezett arra, hogy innentől a gyerekeket iskolába vinni, illetve utána délutánonként pedig hazavinni. A városi busz két járatánál további útvonalváltozás is történt. A Kertész utcán több autóbusz megy el. Egyrészt eleget is tudtunk tenni a Szent György utcában lakóknak, akik több éve próbálták, hogy a városi tömegközlekedés az ő utcájukba megy. Tehát így ezzel a megoldással egyszerre két dolgot is sikerült megoldani. Szintén változást jelent, hogy a buszok mostantól nem érintik a Borostyán utcát. A városi buszközlekedést évente mintegy 120 ezer utas veszi igénybe. A 6 év alattiak és a 70 év felettiek ingyen utazhatnak, akár csak a hűségkártyával és az autóbusz közlekedési vállalat kártyájával rendelkező diákok és a 70 év alatti nyugdíjasok.